Jó reggelt kívánok mindenkinek! Február valahányadikán 26, nem tudom, nem mered már jósolni. Már nem mered jósolni dátumot, mert mindig elbaszom. Na, de hétfő reggel van, lényeg az. Február utolsó hetének a hétfő reggele van, akárhányadik is legyen. Mai reggelé pedig egy csodálatosan jó reggeli. Egy csirkemell, gomba, brokkoli, tészta, ilyen sajtos krémben. Gomba, brokkoli, kérem szépen. Tudjátok, melyik a legjobb brokkoli? Mi? Amit az utolsó pillanatban kicserélsz egy rántott húsra. De a szósz meg olyan jó, azt fog kanalazni. Nagyon finom a tészta is. Jó. Hétvégén említése méltó esemény nem történt. Folytatjuk azt, amit szombaton elkezdtünk, fekete földet oldjuk ide. Másik nagyobb csinálja az utat.
az aerofóban. Hát ott is iszalt, mert is egy földből, amit kiszállt az útból. Több ezer köbméter. Abban mi lesz, nem tudom. Az eső, hol süt a nap? Ez jó volt. Fú! Igen, megmutatom a területet, hogy hol járunk. Igen, szépen. Ez a hatalmas nagy legkövezett terület itt, ami tavaly november óta a Fegyedeföldet leszettük, aláterfeleztük, vagyis geodeszként tettünk alája. Utak is mennek alatta, tehát ez alatt, a terület alatt utak is mennek. Az utak alatt, az utak az annyival másabb, hogy mélyebbre kellett szedni 30 centivel, abba pedig ilyen crash zúzott kő ment bele, és úgy lett leterítve a tetejére a kő. Ez a osztályozott Type 1 nevezetű kő, amit most itt látjuk a tetején. Ott épül a konténertábor szemben, hozzá közben az út pedig ott épül kint. Látszik a gép, hogy hol dolgozik. Caterpillar látszik. Ott messze, és ott azt szintén szedik ki a földet. Látszik a föld, amit ott kiszeret, már iszonyat mennyiségű földet két oldalra rakja. Az útból kiszed vagy kb. 70-80 centit, és a teherautó meg hordják bele a crash-t. Mert oda kell utat csinálni, ahol ő most van,
és onnél még el kell menni itt az oszlopok alatt, tehát a nagy centrál elektromos oszlopok alatt át kell menni, és akkor még el kell menni még legalább onnél egy 500 métert arra hátrafelé, az a nagyon-nagyon messze, nem tudom mennyire látszik a felvételen, de a nagyon-nagyon messze, ott a szembe, ahol a fák vannak, odáig el kell menni az úttal. Hogy ezt a mennyiségű földet, ami itt van kint, itt van előttem, ami van, ott a túloldalt, ami van, meg itt mögöttem, ami van, ezt ki lehessen szállítani. Szóval, van itt még munka, kérem szépen. Van itt még munka, hál' Istennek. Nem baj ez. Nem baj ez. Így ezt a telet így nagyon-nagyon jól sikerült talán átvészelni. Jó géppel, jó munkával, kicsit messze van, nem érdekes, de autópálya, egy orlad, még otthon is vagyok. Úgyhogy ezt a telet sikerült viszonylag jól átvészelni mindenféle ilyen ide-oda ugrándozás helyett. Érdekes, hogy csak érdekeseket mondom, hogy ez a harmadik olyan egymás utáni tél, amit ezzel a céggel vészelek át. Tehát ővelük vészelem át ezt a telet, mindig ők találtam meg télen az utolsó 3 évben. És neki kell dolgoznom, úgyhogy ha valaki emlékszik rá, 3 évvel ezelőtt dolgoztunk egy ilyen parkolót csináltunk Denhamban, ahol egy kisebb géppel dolgoztam, és egy kressel gépet raktam állandóan, ha valaki emlékszik rá, ahol messzet kevertünk a talajra, ha valaki emlékszik rá, ahol ilyen állandóan a talajba, hogy stabilizálni kellett, ilyen messzet kellett belekeverni. Az volt 3 éve, aztán tavaly télen volt a Nízdenben a bontás, a Mancsárral dolgoztam, ha valaki emlékszik, egy nagy magas épületet bontottunk, az szintén ez a cég volt, és akkor most meg itt. Meg a nyáron is vagy 3 hónapot dolgoztam nekik, ugyanebben a géppel, Mill Hillben. Azért ez nem olyan rossz egyébként így. Nekik állandóan szombaton is mindig dolgozni kell, az sem rossz igazából. Még az idén minden szombatot dolgoztam, de hát ez jó pénz. Jó pénz. Úgyhogy nincs ebben baj. Az 50 tonnás gép az ott van. Hát, annak az útnak, amit kell neki kiásni, meg lerakni, annak egy harmada van meg körülbelül. Egy harmada, vagy még annyi sem, ami meg van csinálva, ki van ásva, és egy hete dolgozik rajta körülbelül. Szóval, mivel itt ez az mögöttünk levő terület és körbe van korlátozva, gondolom ezt is ide fogják majd csatolni valamikor, mert látszik, hogy körbe van bójázva, korlátozva, és ide fogják csatolni. De hogy ez, mert az utak is úgy vannak képítve, hogy arrafelé tovább fog menni az utak. Hát, hogy mikor az meg a jövő titka. Egyelőre ezt a terület lesz itt az úgynevezett substation, egy elektromos fogadó állomás, ahol a nagy feszültséget két eset van, vagy feltranszformálják, mert ha mondjuk jön az áram ezekből a telepíteni, de nagyon sok ilyen szélkereket, mert ott már forrólott a háttérben, vagy 15 darab szélkerek ott van a háttérben. Ha még telepíteni a szélkerekeket, és termelik a folyamatosan az áramot, azt fel kell transformálni 10.000 voltra minimum, és úgy lehet szállítani. Ezekben a vezetékekben, amik ezekben az elektromos centrál oszlopok között vannak ezek a vezetékek, ezekben 10, 20 vagy 30.000 volt megy. Nem tudom, hogy milyen erősséggel megy az áram benne,
A lényeg, hogy így lehet csak vékony vezetékkel szállítani nagy mennyiségű áramot. Hogyha 250 volt hálózati áramot szállítanának olyan mennyiségben, amennyit egy falu elhasznál, vagy egy város, akkor derék vastagságú vezetékek kellenének. Ugye a szállított áramnak a mennyiségét, az pontosan ugyanúgy a vízvezeték, tehát vagy a nyomását növeled, vagy az átmérőjét a csőnek. Egy utcában több vizet akarsz nyomni, akkor vagy megnöved a nyomását, vagy az átmérőjét növeled a csőnek. Mivel a víznyomást nem nagyon lehet növelni, így az átmérőjével játszanak, és mindig az átmérőjét növelik a csőnek, tehát egy nagyobb átmérő csövet fektetnek le, hogyha több víz kell egy adott városrészhez. Az áramnál fordítva van, ott a szállított mennyiséghez a feszültséget, ami a víznyomásnak a megfelelője, a nyomás, az áramban a feszültség, tehát a feszültséget, a voltot transformálják fel, viszont az a lakosság számára nem fogyasztható, ezért kell egy másik alállomás, ahol visszatransformálják. Tehát ahol az áram ahol az áram keletkezik, az a cigaretta. Ahol az áram keletkezik, ahol az áramot megtermelik, ott fel kell transformálni magas feszültségre, és viszonylag vékony vezetékeken, ilyen oszlopokon és ilyen vezetékeken elszállítani egy településnek a határához, ahol felhasználásra kerül, de ott viszont vissza kell transformálni a lakosság felhasználásának megfelelő 250 voltra. Az a helyzet. Szóval így van ez. Így van, így lehet gazdaságosan szállítani áramot. És hát ilyen nagy trafókkal, ilyen olajhűtésű, biztos látod már mindenki, olyan trafókat, a transformálás az áram a meleget, hőt fejleszt, és ezeket hűteni kell ezért. Ez biztos látod már mindenki olyan transformátorokat, faluban is vannak egyébként, oszlopokon olyan transformátorok, amik olajhűtéssel, mint a radiátor, olyan radiátorok vannak rajtuk, az a hűtő radiátor, olajjal van megtöltve, és azok hűtik az áram átalakító szerkezeteket. Mert a transformálás hatalmas nagy hőt termeléssel jár. Az a helyzet. Ugyanis a két mértékegység van, ami igazából számít az elektromosságban, egy harmadik is az ellenállás, az most nem foglalkozunk vele. Általában a feszültség és az áram mennyisége, az áram erőssége. Az áram erősség az nem a feszültséget jelenti. A feszültség az a volt, a szállított mennyiség pedig az amper. Az amper az az, ami onnan felel meg, hogy mondjuk a vízvezetékben mennyi litert tudsz kiengedni mondjuk egy vödörbe, vagy egy medencébe mondjuk a csővezetékből, a kerti csapon keresztül mondjuk, mit tudom én, egy perc alatt. Ugye az is a víznek van egy mennyisége, amit literben mérünk, egy áteresztő képesség, megvan adva, hogy mennyit tud átereszteni a csővezeték adott idő alatt, és milyen nyomáson. Ugyanúgy a nyomás az a feszültségnek felel meg a elektromosságban, az amper pedig a mennyiségnek. Nem a feszültség öli meg az embert, hanem az amper,
az áramerősség. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Az autóknak, a benzines autóknak a gyújtógyertyája a szikra átrugással gyújtja be a benzinlevegő keveréket a motorban. Ez a gyújtógyertya, talán mindenki látott már ilyet, szikrázik. Talán ezt is látta már mindenki. Kevesebben vannak azok, akik érezték ennek a szikrának a feszültségét, ami 20 ezer volt. 20 ezer volt a gyújtógyertya feszültsége, hogy a szikra átugjon az érintkezők között. Nem 250 volt, hanem 20 ezer volt. Viszont milliamperek vannak, tehát olyan kicsi az áramnak az erőssége, a mennyisége, olyan kicsi, hogy hát mondjuk csípődobással kezdi, tehát az ember megfogja mondjuk a gyertyakábelt, és hogy arra áramot adnak, akkor úgy odabasz neki, hogy a fél válla úgy érzi, hogy leszakad a fél karja, de gyakorlatilag baja nem lesz. Baja nem lesz, csak kurvára megráz az ember. Gyakorlatilag hasonló, mint egy sokkoló. A sokkoló ugyanígy működik egyébként. Tehát ezek az önvédelmi sokkolók, vagy a rendőrségnek az a, amit kilő egy pisztolyból, két vezetékkel egy kis tűszerű sokkoló az is, csak feszültség van benne, áramerősség nincs. Ezekben általában nagy magas, legalább 20 ezer volt feszültség van, ami hát leteríti az embert, az tény, hogy leteríti az embert, de az a volt, tehát az áramnak a feszültsége az, ami ott ezt a hatást kiváltja. Az amper az más, az már jó, feszültség nélkül az amper sem ér sokat, tehát kell bizonyos mennyiségű feszültség, hogy az amper öljön, de egy tized amper már az embert halálát okozhatja. Tehát egy tized amper, 16 amper folyik át egy átlagos lakásnak a villanyóráján. 16 amper, annyi az áteresztő képessége a biztosítékoknak, és a villanyórának ennyi az áteresztő képessége. Nagy átlagban 16 amper, vannak persze több is, ahol nagyobb szükség van rá, nagyobb. Ezért van az például, hogyha nem tud annyi amper átfolyni, például hegesztéskor, amikor valaki hegeszt, ami a legnagyobb amper mennyisége, de áram erősséget igényli, akkor lecsapja a villanyórát, egyszerűen nem bírja, több kell neki, mint 16 amper mondjuk egy hegesztőnek, készüléknek. De lényeg az, hogy egy tized amper, az már halálos lehet. Az már halálos lehet, mondjuk 250 volt feszültséggel párosítva. Szóval. És mindezben kapcsolatban, amiről most mondtam, váltóáramról beszélünk, mert ugyanis kétféle áramfajta van, egyenáram és váltóáram. A váltóáram az a hálózati áram, ahol úgymond frekvenciával változik az áram folyásnak az iránya, megvan adva, ez hercben van megadva. Ha jól tudom, olyan 50-szer változik másodpercenként, egy másodperc alatt 50-szer változik meg az áram folyásának az iránya. Ezt hívják hercnek, de ez egy mellékes dolog, ez nem olyan lényeges. Ezért mondják, hogy váltóáram, míg az egyenáram most csak egy irányba folyik, és az egyenáramot azt az autóknak a elektromosságában használjuk, minden autó csak és kizárólag egyenárammal működik. Váltóáramot például nem lehet tárolni akkumulátorban, csak egyenáramot. Tehát azért muszáj egyenáramot használni az autókban, mert egyébként váltóáramot nem lehet, váltóáramot nem lehet akkumulátorokban tárolni. Csak egyenáramot. Az autóknál ugye valamikor kezdték, a kezdetén 6 voltos rendszerek voltak. Talán aki idősebb és volt olyan Trabantja, az emlékszik rá, hogy a Trabant az 6 voltos rendszerű volt. Tehát a volt, ami a hálózatban 250, most vagy régebben 200,
20 volt, az autóknál 6 volttal kezdte pályafutását, 6 voltos akkumulátorok voltak, utána tértek át a 12 volt, amit a mai napig használunk az autóiparban, már igény van arra, hogy 48 voltos rendszereket tegyenek át, tegyenek autókban. Most nem az elektromos autóról beszélem, mert ott a 800 voltos rendszerek is vannak a hajtásra. Én azokról a belső égésű motorú autókról beszélek, aminek csak egy normál elektronikája van. Már vannak olyan autók, amik a áram szó volt róla, hogy jobb lenne, hogyha 48 volt a működni, de akkor 48 voltos akkumulátort is kellene beleérteni. Nem tudok róla, hogy lenne 48 volttal működő hagyományos belső égésű motorú autó. Az elektromos autók más, az ott szintén vannak nagy feszültségek és nagy amperok. Ott más a pálya. Ott a hajtáshoz kell. Úgyhogy miért van az például, hogy ha rövid ideig, rövid távokra használunk egy autót városban, elviszünk a gyereket a iskolába vagy óvodába, és nem használjuk hosszabb távra, akkor egy-két hét múlva az autó nem fog elindulni. Azért kérem szépen, mert az indítás használja el a legnagyobb részét az akkumulátorban tárolt elektromos áramnak. Az indítás. És hogyha nincs megfelelő idő, vagyis nem megy megfelelő hosszan az autó ahhoz, hogy visszatöltse az indítástól elfogyasztott áramot, akkor a következő indítás megint nem lesz annyi, aztán mindig kevesebb, és végre leberül. Mert nem tud annyit a rövid úttal, amíg elviszi a gyereket az iskolába, hogy elmegy a munkahelyére, nem tud annyit olyan utat megtenni, hogy legyen idő visszatölteni az akkumulátort. Tehát képzeljünk el egy olyan tavat, amiben van egy betápláló folyó. És abból mindig kiveszünk, óráként kiveszünk belőle, vagy naponta kiveszünk belőle mondjuk 1000 köbméter vizet, de csak 800-at tudunk utána tölteni a egy nap alatt a patakkal. A következő nap már ugye megint kiveszünk belőle 1000-et, megint csak 800-at utána tölteni, és mindig kevesebbet csökken a patak vízszintje, még aztán a végén már nem lesz benne víz. Na, hasonló az akkumulátoros dolog is. Ha nem veszünk ki belőle, vagy ha nem veszünk ki belőle naponta, vagy kiveszünk belőle naponta 1000 köbmétert, de megfelelő mennyiséggel ugyanannyit töltünk vissza bele a patakon, akkor nem lesz probléma, akkor egyensúlyban lesz az elektromos rendszer. Ezek elég összetett dolgok egyébként, de talán érthető. Na, hát erről legyen ennyit. Sok minden mutatni, megint nem tudom. Szombaton is ezt csináltam, ezt a fekete földet, amit előről kezdve mondtuk el. Meg most is ezt csinálom, sok már nincsen belőle. Mert itt a vége. Utána ebből még le kellene szedni, itt az út, ami van ugye ez az út, itt ahol jön a döbber, ez ilyen kressel lerakott út, ennek a jobb oldalán még egy 2 métert le kellene szedni, vagy 30-40 centit. Abba beállunk-e, vagy nem, azt
elkapaszkodni. Már ötször megigazítottam körülbelül. Jár elől, hogy ott építik az utat. Iszonyat mennyiség föld ki van két oldalra rakva, abban is, hogy mi lesz, el kell hordani. Rengeteg földet el kell hordani. Yes.